Budapest Gyermek Síiskola Sí Arénája itt a Normafánál. Itt jelenleg 5 pályán 4 lifttel oktatunk gyerekeket, nagyjából 3 éves kortól. Ez egy olajos környezet, mert ugye olajat használunk ahhoz, hogy rendesen csúszson a síléc. Az alapokat nagyon-nagyon jól meg lehet egy ilyenen tanulni. Kereken 2000-ben kezdtem ide járni, 12 évet húztam le, mint tanuló, és aztán hát most már segédedzővé váltam. Én nagyon szerettem itt a közösséget, amit körülvett, igazi barátokra lehettem, és friss levegőn van az ember, és nem beltér, mint például a squashnál, hogy mondjak egy példát. Minden évben többször megyünk táborba, vannak olyan táboraink, amik kifejezetten már nagyobbaknak és szülők nélkül, például karácsony előtt, ezen kívül pedig a január-februárban is minden hónapban, ugye csoporttól függően vannak táborok Muróban. Azért jó a sítábor, mert ott mindig hóban. Szevi! Muróban vagyunk a Kressberg sípályán, ez a Budapest Gyermek Síiskolának a törzshelye. Minden szezonban kétszer-háromszor a gyerekek családdal kijönnek ide. Ez mondjuk így, hogy a szezonnak a megkoronázása a gyerekek számára. Egyrészt egy héten keresztül sok-sok órát síelnek, ami nagyon jelentős erőlelépés a fejlődésükbe. Másrészt meg a családoknak az az öröm, hogy a szülők elmehetnek egyedül síelni, miközben a csemetékre felügyelnek, sőt, még a csemeték tanulnak is. Rendezünk itt nekik síversenyt, búcsúestret, úgy igyekszünk az egész napot kitölteni, hogy minél több élménnyel menjenek haza. Síelni elkezdeni 3 éves korban már szokták. A saját tapasztalatom szerint a 4 éves az egy kicsit szerencsésebb, hogyha a szülőknek van annyi türelme, hogy még egy évet várnak. Általában nincsen. 3 éves kortól már el lehet, 3 évesnél fiatalabbal nem. És hát van köztünk ilyen kint itt most a táborban, aki 3,5 éves, és már nagyon szépen egyedül tud menni csákányos lifttel. Úgyhogy elég gyorsan lehet fejlődni. Télen elég nehéz azt elérni, hogy egy gyerek reggeltől késő délutánig végig a szabadban legyen, és úgy, hogy élvezi is, meg hogy jól is telik az idő. Most a síelésnek talán ez a legnagyobb értéke és a legnagyobb ajándéka, hogy a gyerek élvezettel tölti az egész napot hideg, mondjuk így viszontagságos időbe, és ennek köszönhetően nagyon erősen fejlődik az immunrendszere, és sokkal egészségesebb, mint azok a társai, akik csak teremben tudnak sportolni.